Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, gyakorlatilag egy gyors videó lesz. Arról fogok beszélni, hogyan lehet biztonságban tartani a böngészős jelszavainkat. Miért fontos ez? Gyakorlatilag böngészőt mindenki használ, és gyakorlatilag mindenki a böngészőben tartja a jelszavait. Miért problémás ez? Ahogy lehet látni, be vagyok jelentkezve a saját fiókomba, értsük azt, hogy használom a gépet, hiszen azzal veszem fel ezt a videót. Be vagyok jelentkezve, elindítottam a Firefoxot, ide kattintok, kiválasztom a jelszavakat, a jelszavak megjelennek. Kikeresek egy, nem jelentkeztem be, nem adtam meg plusz jelszót, hogy hozzáférjek a jelszóhoz. Oké, tudom, messze jelszó, meg egyéb beállítása mellett ez nem így működik, de ahogy én érzem, az emberek 99%-a bizony nem állít be mesterjelszót ehhez, nem tesz egy plusz védelmet, tehát az alapbeállítású Firefoxba hozzáférek a jelszóhoz. Tehát, hogyha leülsz te a haverod gépéhez, elindítod a Firefoxot, az összes mentett jelszavát meg tudod nézni. Hogyan nézzük meg a jelszót? Hozzáteszem, ez a jelszó nem él, tehát ne kísérletezzetek, de látjátok, hogy egy protonos fiókomnak a jelszavát így meg tudod nézni? Hát az nekem nem jó. Megoldás lehet az, hogy különböző felhőtárhelyben tároljuk a jelszavakat, akkor abba való bejelentkezés által én hozzáférek a jelszavaimhoz, és tudom rendeltetésszerűen használni a Firefoxot, vagy egyéb böngészőt. Ez nekem azért lelkileg nem felel meg, mert hogyha föltöltök valamit a felhőbe, akkor gyakorlatilag kikerül az én fizikai hatáskörömből az összes jelszom. Gyakorlatilag nekem olyan 300 darab jelszavam van, amit nem szeretnék, hogy kikerüljön. Akár munka, akár hobbi egyéb. Azaz, itt valami megoldást kell találni. Tudom, vannak egyéb megoldások is, de én úgy érzem, hogy érdemes azt a megoldást használni, amit sokan ajánlanak. Mit ajánlanak sokan? Hogyha már te használsz jelszókezelőt, mondjuk a CAPAS-t, vagy annak valamelyik verzióját, akkor érdemes lenne összekötni a gépeddel, összekötni a böngészővel, és a böngésző abból vegye a jelszavakat. Miért jó ez? Mert egy CAPAS jelszó fájt, tehát amiben bele vannak gyömöszölve a jelszóid, nem feltétlenül lesz könnyű feltörni. Gyakorlatilag amatőr szinten lehetetlen. Kettő, itt azért egy-két plusz védelmet be tudsz építeni a jelszó védelembe, azaz, hogyha ezt az adatbázist még egy kulcsfájllal is, amit te oda teszel, ahova akarsz, és a jelszó és a kulcsfáj együttese adja majd meg neki azt, hogy feloldhatja azt a jelszó védett eszközt, tehát a jelszófájlodat, azaz nem fér hozzá akárki, akárhol, akárhogyan a te jelszavaidhoz, nem úgy, mint például a jelen beállított, alapbeállított Firefoxba. A másik pedig az, hogy a CAPAS, ez a jelszókezelő eszköz elég elterjedt, elég ismert. Nagyon kevés olyan gép lesz, amihez te odaülsz és nincs fent, vagy egyszerűen el tudod telepíteni. Alaptelepítésbe a Linux minten nincs fent, tehát telepíteni kell a CAPAX, és utána már tudod használni, nagyon jól megvédi a jelszavaidat. Alapesetben fogom bemutatni a dolgokat, tehát a lehető fajék egyszerű dolgot. Nyilvánvalóan elsődleges célom az, hogy összekössem a Firefoxot a jelszókezelővel, amit egyébként is használok. Hogyan történik meg ez? Nagyon egyszerűen. Beütöd a keresőbe, hogy Firefox és CAPAS-XC, ha azt használod. Első találat szerezze be ezt a kiterjesztést a Firefoxhoz. Rákattintasz, és hozzáadjuk a Firefoxhoz. A manók a háttérbe dolgoznak, lehet látni, megkérdezi, hogy hozzáadja, természetesen hozzáadjuk a Firefoxhoz, és azt mondja, hogy hozzá lehet adva a kiegészítő futtatásának engedélyezése privát ablakokban. Mint ahogy tudjuk, a böngészőkben a privát ablak nem annyira privát, mint ahogy te szeretnéd, de természetesen én a jelszókezelőmet engedélyezni szeretném. Ott is, tehát a privát ablakokban is fizikálisan el van választva a böngésző, illetve a jelszó adatbázisa, így különösebben nem lesz nekem problémám abban, hogy egy effektív privát cuccba használom. Na hát itt szeretnék kitérni egy egyéb olyan gondolatra, ami egyébként valóban megindította ezt a gondolatot. Az utóbbi időben többször vagyok védett gépnél.
Mit jelent jelen pillanatban a védett gép? Az, hogy az a gép odáig enged böngészni, odáig enged bármit csinálni, amíg vele dolgozok, újraindítom a gépet, újraindul az operációs rendszer, abban a pillanatban teljesen szűz, teljesen új. Firefox fog felkerülni, tehát abba mentett előzmények, abba mentett jelszavak, abba mentett akármi, az eltűnik. Tehát egy teljesen új rendszer fog indulni nekem, nyilván ennek megvan az oka, megvannak azok a gondolatok, ami mellett az ember úgy gondolja, hogy nem feltétlenül kell mindent a böngészőbe vagy a gépeden tárolni, így elvesznének a jelszavaim. Természetesen, hogyha ahhoz a géphez viszem a pendrive-on a adatbázisomat, azt az adatbázist, ami tárolja a jelszavaimat, akkor nekem ott meg lesznek a jelszavaim, hozzá igazítom egy másodperc alatt a Kepászhoz a Firefox böngészőnek ezt a pluginjét, és utána már egy mobilan mozgatható jelszó adatbázisból ő tudja venni a jelszavakat. Oké, telepítettem a böngészőbe a kiegészítőt, mindenki megnézheti, hogy ott van-e, természetesen ott, és ott van, és van mellette egy X. Ez nagyon fontos, hogy van egy piros X-em, azaz nincsen ő beállítva. Mi kell a beállításához? Nyilvánvalóan, hogyha valami adatbázist szeretnénk mi használni, jelen pillanatban Kepásznak az adatbázisát, mert ez a kettőt jó lenne összekötni. Villám gyorsan, ha eddig nem tetted meg a Kepász XC-t. Én ezt szeretem, ezt ajánlották különböző okok miatt, nálam okosabb emberek, ezt használom, gyakorlatilag azt el kell indítani. Első indításkor valami ilyesmit fogsz kapni. Azt mondja, hogy hozzunk létre egy új adatbázist. Nyilvánvalóan, hogyha van adatbázisod, azt is megnyithatod. Új adatbázist létrehozunk, teszt nevet kap, leírás nem fog kapni, annyit az egész nem ér. Visszafejtési idő, ez nem az, hogy az idegen visszafejtse, hanem a gépeden, nagyjából ezen a gépen, ilyen kaliberű gépeken, egy másodperc alatt fejti vissza a program a te titkosított jelszavaidat, ez a program, tehát hogyha belépsz, tehát nem azt jelenti, hogyha jön a kukkoló emberke, aztán egy másodperc alatt visszafejti. Oké, ajánlottat elfogadjuk, nem játszunk semmi egyébbel, jelszó megadása, megadom a jelszavát ennek az adatbázisnak, ami első körben legyen baromi erős, második körben legyen olyan, amit meg tudsz jegyezni annélkül, hogy leírnál. Ez a kettő adja a biztonságot, legyen baromi erős, de meg tud jegyezni. Miért hangsúlyozom ki, hogy de meg tud jegyezni? Mert ezt nem tudják visszafejteni. Oké? Tehát a banki adataidat, a beléptetési adataidat akárhova, ebbe beleteszed az adatbázisba, és úgy elfelejted, mint a hülyegyerek, akkor nem fogják tudni visszakapirgálni. Ez egy kőkemény dolog, ha te ezt elfelejted, az összes olyan adatot, ami abban az adatbázisban bent van, alapesetben a mi szintünkön, nem lesz elérhető. Nem hiába hangsúlyozom ki ennyire nyomatékosan, mert ez nem arról szól, hogy na jó, eltoltam valamit és egy operációs rendszert újrahozok. Na ennek a sok beszéd után megkapja a titkos jelszavunkat, ami úgyis tudjátok, jelen pillanatban 3 darab a betű, és ő jelezte is, hogy még egyszer be kell írni, nézzük meg, hogy jól beírtuk-e. Igen, 3 darab titkos jelszavunk van, további védelmet nem adunk hozzá, hozzá tudsz adni egy kulcsfájlt. A kulcsfájl az, ami egy akármilyen eszköz, egy akármilyen állomány, egy fájl, ami nélkül nem fogod tudni a jelszó ismeretével sem visszafejteni az adatbázist, azaz nem fogsz tudni hozzáférni az adataidhoz. Oké, megint elmondom, hogyha mind a kettőt használod, és a kulcsfájt megeszi az egér, a kutyád vagy egyéb, akkor nem fogsz hozzáférni. Oké, és elkészült az adatbázis, és nagyjából ennyi, leokézod. Tehát megmondod a rendszernek egyrészt a böngésző kiegészítővel, hogy légy szíves a Kepasszal, a Kepasznak megmondjuk ezekkel a beállításokkal, hogy légy szíves az adott böngészővel, a Firefox-szal kommunikálni. A kommunikáció nagyon egyszerű, automatikus. Automatikus, én mindenkit lebeszélek arról, egyszerűen azért, mert ez igazából nem elegáns, hogy a böngészőből kiexportálja a jelszavakat és beimportálja a Kepaszba.
katyvasz lesz. Hogyha nektek is annyi, mint ahogy az előbb láttátok, jó néhány száz jelszavam el van ott mentve, száz akármennyi a böngészőbe, nem sokáig természetesen, mert átállok erre a kepaszos rendszerre, akkor oda be lesz hányva egy csomó jelszó. Abba te hogy biztos, hogy eligazodni 5 perc múlva nem fogsz. Annak nincs nagy értelme, hogy legyen egy nagy adatbázisod, amiben te nem tudsz rendesen dolgozni, keresgélni, nincs rend. Rend a lelke mindennek, egyre jobban rájövök, így bizony ezt az utat javaslom nektek. Az első út természetesen az használat, közben feltöltjük. A következő lépés nagyon fontos, bár előbb is meg lehet csinálni, kepasz és rákattintunk. Azt mondja, hogy a böngésző nem lett aktiválva, nem aktiváltuk, hát akkor kapcsolódjon valamihez. Nyilvánvalóan mihez tud kapcsolódni? Ahhoz az adatbázishoz, amit létrehoztunk, ami nyitva van a futó kepaszba. Adhatunk neki egy nevet, a fantáziadús A betű nevet fogja kapni. Engedélyezési hozzáférés mentése le van mentve, működni fog a dolog elméletileg. Gyakorlatilag a következő lépés természetesen bejelentkezünk, meg kell adni a jelszavunkat, megadom a jelszavamat. Ahogy megadunk egy jelszót, vagy bejelentkezünk valahova, a kepasz, hogyha fut, természetesen aktívan figyel. Azonnal észreveszi, hogy a felhasználói név a jelszó megváltozott, el legyen mentve igen új frissítés, illetve megoldhatjuk azt, hogy soha ne kérdezze meg ezen az oldalon, mert azon az oldalon nem szeretnénk menteni, vagy a mése gombra kattintunk. Készen van, új hitelesítési adatok lettek elmentve, a felhasználói név meg egyéb dologgal szuperek vagyunk, utána beléphetünk. Nézzük meg, hogy el lett-e mentve, természetesen láthatóan elmentette. Azaz már van egy darab mentett jelszavunk, egy darab az adott oldalhoz tartozó jelszavunk. Nagyon kényelmes, egyszerűen használata. A következő lépés természetesen az, hogy folyamatosan ezt a rendszert használjuk, ahogy belépünk, valahova lementetjük a jelszavainkat, és utána logikusan, amikor befejeztük, vagy legalábbis időnként ezeket a jelszókat kategóriába rendezzük. Ilyen kategória lehet banki adat, munkához tartozó, e-mail címek, tárhelyek, felhőtárhelyek, egyéb. Kézzel is meg tudunk adni a kepaszba különböző jelszavakat, de ez messze túlmutat azon, amiről most beszéltünk. Miről beszéltünk? Hogyan tudod a jelszavaidat egy az alapfájre fogsz, vagy egy az alap akármilyen böngésző védelmén túl biztonságba tartani? A biztonságot itt a kepasz, egy programocska fogja biztosítani, ez egy viszonylag elterjedt és elismert jelszókezelő rendszer, amit jelen pillanatban 2 darab lépéssel összekötöttünk a Firefox-szal. A Firefox-ba be kell tenni egy bővítményt, nem okoz gondot, engedélyezni kell. Le kell tölteni, telepíteni kell, hogyha éppen nincs a tárolódba, de általában ott van a kepasz. El kell indítani, létre kell hozni egy új adatbázist, és utána dolgozni vele. Dolgozni vele így az adatbázis, amit ő létrehoz, az mobil lesz, bármilyen gépen tudod használni. Mozgatás közben egy kepasz adatbázis feltörése, míg ha meg is szerzik, nagyon nehéz, a mi szintünkön átlagos szinten lehetetlen, és kényelmes, amely gépen fut a kepasz adatbázis, illetve adatbázis kezelő, maga jelszókezelő, és össze van kötve, egyszerűen egy plugin-t installálsz a böngészővel, azzal együtt fog tudni működni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok! Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy tegyen egy plusz védelmet bele a jelszókezelésbe, a böngészőbe, mert hogy lehet látni a böngészőbe, a Firefoxba, akkor, hogyha nem állítod át, nem figyelsz oda, nem csinálsz semmi más, akkor olyan könnyen megnézhetik a jelszavadat, kimásolhatják, kiexportálhatják, használhatják a te jelszavaidat, ahogy az előbb láttátok. Köszi szépen, sziasztok!